Az ősz közepén forgattunk Csobánc Hajagoshegyen, egy hegyi útnál. Véget értek-e már a munkálatok, és megtörtént az összesítés? Igen, voltak éppen ugye költségvetés elfogadásával egy 1,5 millió forintos keret állt rendelkezésre a helyi útok esetében azokon a részeken, ahol nagy szokott lenni a eső utáni kár, keletkezés, károkozás, és ezeknek a szakaszoknak a stabilizálását, nyomsávos megerősítését folyamatosan, úgy lehet mondani, végezünk, illetve próbáljuk végezni. Ebben az évben gyakorlatilag kettő ilyen utat szerettünk volna, hogy megvalósul. Hát egyet tudtunk megoldani. Itt is ugye több utat választottunk ki. Sajnos a másik kettő út esetében, az egyik út esetében egy földkábel miatt annak a kiváltását kell majd megoldani, és utána tudunk visszatérni, megoldani azt a problémát. A másik útnál pedig, szintén a Hajagoshegynél elég nagy volt az eltérés a térképen az útnyomvonala és a valóság között, és ezt így nem lehetett megoldani, ezért ez a harmadik verzió maradt. Ennek gyakorlatilag, hogyha a Szentgyörgyhegyi úttal, amit ezelőtt két évvel végeztünk, érdemes azért összehasonlítani. Ez egy hosszabb út, közel egyharmaddal hosszabb lett, amit megoldottunk. Itt nem olyan erős volt, nem olyan a talaj szerkezete, mint ott Szentgyörgyhegyen, mert ott azért egy elég erős, sziklás, részes, köves rész volt, amit egyszerű volt stabilizálni. Illetve hát a forgalom, mivel elég szűk részen van, teherautók nem járnak, ezen viszont járnak, itt egy erősebb betont kellett alkalmazni. Azt is látjuk, hogy két év alatt gyakorlatilag az anyagárak eléggé elmentek, tehát itt egy 40-50%-os emelkedéssel lehet kalkulálni, vagy kellett kalkulálnunk. Volt földmunka is ezen a területen, mert a nyomsávoknak a kiszedését géppel végeztük, hogy gyorsítsuk a folyamatot, és így gyakorlatilag az anyagköltsége, amit rá kellett költeni, az összességében a beton, illetve betonháló esetében 661 000 forint volt, 662 000 forint, illetve hát a földmunkák azok 112 000 forintot jelentenek. Összességében ez a munka 774 000 forintot tesz ki. Hát igazából mondom, a telben úgy volt, hogy két ilyen utat csinálunk. Sajnos azt azért kell tudnunk, hogy ez a csapat főleg az első számú feladat a Tapolca város parkjainak a gondozása. Amennyiben időt tudunk szakítani, egy hét, két hetes időszakot, akkor lehetőség van egy ilyen munkák bevállalására is. Örömteli, hogy elindult azért ebbe a pár évben egy ilyen folyamat, hogy próbálunk azoknak az embereknek segíteni, akik ezen a környéken élnek, hogy normálisabb utakon tudjanak járni, és ez is hozzájárul ahhoz, hogy egy kicsit a területek értéke növekszik. Másik ilyen probléma, ugye, amit lényeges és fontos dolog a Szentgyörgy utca, ez már ilyen Tapolcáról beszélünk. Egy átkötést végeztünk a Szentgyörgy utca végén, ez egy csapadékvíz elvezetési rendszer, és ennek a kiépítése gyakorlatilag az elkerülő útig zajlik. Ennek abból a szempontból van jelentősége, hogy nem visszük el a Martinovics utca irányába, és ott az a kis szűk járdán keresztül a Tapolca patakba, hanem közvetlenül levisszük ezt az átkötést. Utána lehetőség van a Martinovics utca, ez az alsó része, ami nem szilárd burkolattal van ellátva, ennek a zároknak a zártá átalakítása, megfelelő csapadékvíz elnyelő aknákkal, és utána gyakorlatilag megtörténhet a jövőben ennek a rész, Martinovics utca részének az aszfaltozása.
Utána pedig gyakorlatilag lehetőség lesz elgondolkodni azon, hogy a Batsányi utca és az alsó tópart közötti szűk szakasznak a esetleges egyenlősítását, vagy hogyan próbáljuk majd megoldani a forgalmi technikai megoldását, mint a szűk szakasznak. Ezek mindegy ilyen folyamat részei, bízom benne, hogy ez a záruk, amit most megcsinálnak, ez nem végleges, ez is csővel lesz lefektetve, és akkor a záruk azért vissza lesz megfelelő mélységig, tehát magasságig temetve, és utána lehetőség lesz arra, bízom benne, hogy pár évben belül megvalósulhat a elkerülő út alatt egy áteresznek a megépítése. Nagyon sokat jelentene a csapadékvíz elvezetésébe egy ilyen áteresznek a megléte. Amikor kint voltunk a Csobáncon, akkor beszélgettünk arról, hogy nem csak a hegyi utak, de lehetőség van talán arra is, hogy néhány tapolcai belterületi út is aszfalt burkolatot kapjon, tehát kijavítsák a kátyús utakat. Ez hogy áll most? Igen, folyamatosan szeptember óta figyeltük a városüzemeltetés költségvetését, hogy az éves a költségvetésben előirányzott források hogyan teljesülnek, melyik azok a részek, ahol esetleg maradványok képződnek, és gyakorlatilag szeptember végé, október elejére állt össze az a kép, az a forrás, amit utána egy felmérés alapján arra jutottunk, hogy ebből a forrásból két nagyon rossz minőségű útnak a aszfalt szőnyeggel való ellátását tudjuk megoldani, ez a Hunyadi utca és a Damjanics utca. Itt volt egy első fázisban, hogy a Hunyadi utca esetében a régi bekötéseket a DRV-vel át kellett köttetni, ezek megvalósultak. Ez is egy kicsit ugye a munka kivitelezésnek az idejét meghosszabbította, de alapjába véve egy olyan problémával kellett szembesülnünk, hogy a vállalkozó, aki egyébként ugye tapolcai, és ő egy külső vállalkozót kellett, hogy igénybe vegyen a gép miatt, ami az aszfalt szőnyeget elteríti. Ez a vállalkozó sajnos egyszerűen nem tudta beszerezni megfelelő aszfalt mennyiséget, egyszerűen itt a környékben mindenhol a nagy beruházásokra vitték el, és november végi kivitelezési határidő, az utolsó három hétben már gyakorlatilag lehetetlen volt az időjárás következménye véget megvalósítani, és akkor eldöntöttük azt, hogy itt a szerződést, a kivitelezési szerződés idejét meghosszabbítjuk 2019. május 30-áig, és akkor bízom benne, hogy megfelelő időben ez a két útnak az aszfalt szőnyeggel történő ellátása megtörténik. Egyébként azt is el kell mondanom, hogy én bízom benne, hogy a 2019-es évi költségvetésünkben tudunk forrásokat biztosítani. Felmértük, hogy van azért még Tapolcán nem csak ez a kettő út, hanem ezen kívül azért sok olyan út van, ami eléggé megérett arra, hogy ugyanilyen módszerrel javítsunk az ott élőknek az életminőségen, ez pedig gyakorlatilag ugye a Vajdajáns utcának a keleti része, nagyon rossz minőségű az út, ugyanilyen problémát jelent a Stadion utcának a minősége, és ugyanilyen problémát a Simon István utcának. Most ez egy tervezés, az első körben mindenféleképpen, hogyha költségvetésbe biztosítunk aszfaltozásra, akkor ezt a három utat kell első helyre emelni, és természetesen utána pedig azokat az utcákat, amelyik szintén ilyen problémával szenvednek, illetve az állóguk nem olyan, amilyennek kell. Móricz Zsigmond utcában is ilyen problémák vannak, vagy akár az Egri utcának az északi része is ugyanilyen problémás, tehát többet is fel lehetne sorolni, csak ugye prioritásba előre kell venni, és természetesen mégis az van, hogy a forrást a jövő évi költségvetésben meg kell teremteni, meg kell ugye a
testület szavazza. Bízom benne, hogy ez a párútnak az aszfaltozásával az elindulhat szintén ebbe a történetbe egy olyan folyamat, ami azt jelenteni, hogy az aszfaltos utak megújulhatnak, illetve hát a járdáknál is ugyanez megtörtént, járdák esetében is volt most egy olyan, hogy próbáltuk a járdák aszfaltozására szánt forrást, ami volt, megemelni, az is a maradványból, a téli sikosság, illetve a hóeltakarítási maradványból tudtuk erre a területre fordítani, illetve hát itt is volt azért képviselő felajánlás, és ebből tudtuk megoldani. Itt is célszerű lenne gyakorlatilag az összeget a járdák megújítására megemelni a közbeszerzési érték határig, tehát 19 millió forintig, és akkor ezen a területen is előbbre tudnánk járni.